Egy kanyarban nagy sebességgel haladva akarta szabálytalanul közlekedő sofőr előzni, ám a manőver közben megcsúszott. Emiatt megrémült a másik kocsit vezető férfi, és ő is elrántotta a kormányt. Az áldozat járműve előbb kidöntött egy keresztelbet, majd a kukoricácsba csapódott. A felelőtlen sofőr kocsija szintén letért az útról, de a benne ülő férfi, anélkül, hogy segítséget nyújtott volna, kiszállt és elsétált. Pedig a másik autóban egy 5 éves kisfiú súlyos hasi, míg az édesapja fej- és gerincsérülés szenvedett. A cserben hagyó autóst most ítélte el a bíróság. A Tamási járás bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat segítségnyújtás elmulasztásának vétségében. Ezért őt elítélte, 405 ezer forint pénzbüntetés szabott ki, illetve másfél év B kategóriás járművezetéstől eltiltásra is ítélte. A férfi tagadja a bűnösségét, azt mondja, nem miatta következett be a súlyos sérülésekkel járó baleset. A bíróság ítéletét a vádlott nem vette tudomásul, az ellen fellebbezést jelentett be, így az eljárás a szexuális törvényszéken folytatódik. A cserben hagyó férfi akár 2 év börtönbüntetést is kaphatott volna.